Volodymyr Zelenszky, ukrán elnökjelölt élő televíziós vitára hívta ki Petro Poroshenko hivatalban lévő államfőt, és feltételül szabta, hogy a jelöltek essenek át orvosi vizsgálaton. Bizonyítsák a népnek, hogy nem alkoholisták és nem drogosok. Az országnak egészséges elnökre van szüksége, folytatta Zelenszky. Az elnök erre azt válaszolt, hogy a vita szabályait az elnökválasztási törvény tartalmazza, olvassa el. Az eseményt rendezheti a közszolgálati televízió, de ha a stadiont választja, legyen, én várom önt, fogalmazott üzenetében a jelenlegi elnök. Nem sokat tudunk eddig Zelenszky politikai nézeteiről. Ezt már az Amerikában élő orosz dokumentumfilmes újságíró mondta. Inkább a szavazók kivetített vágyait részesíti előnyben, azzal szemben, hogy megmondja nekik, mit is kellene gondolni. Széles körű korrupcióellenes kampányt folytat, anti-Poroshenko kampányt. Azt tudjuk, mi ellen van, de arról nem beszélt az ukrán választóknak, hogy mi az, amiért kiáll. Tette hozzá Simon Ostrovsky. Poroshenko elnök közölte, kész mintát adni bármilyen orvosi vizsgálathoz, beleértve az alkohol és drogtesztet. Pénteken délelőtt 9 órakor várja Zelenszkijt az Olimpia stadion orvosi központjában.